Boldog szünapot, Kibu! Borosodit vagyok, és én most erre 6 perc, 40 másodpercre azt gondoltam, hogy arról szeretném beszélni, hogy a service design-t, mint szolgáltatás tervezést, azt hogyan lehet úgy elképzelni, mint egy nagy kísérlet halmaz, amit az ügyfeleim azok nem biztos, hogy ezt szívesen hallanák, de hogy én szeretek erre így tekinteni. Amikor arról beszéltünk, hogy jó lenne előadni itt valamiről, akkor jól megfogalmaztam ezt a témát, és később, amikor elkezdtem csinálni a prezentációt, akkor rájöttem, hogy ez így lehet, hogy kicsit tág, vagy hát túl nagy téma erre, és hogy tök jó lenne nekem is a side projektekről beszélni, mert hogy egyébként kerámiázok a munka mellett, és ezek itt a békáim. És nagyon szeretem őket, és erről nagyon könnyen tudnék sokat beszélni, de egy kicsit talán analóg lenne most ehhez a közönséghez és témához, úgyhogy mégiscsak a szolgáltatás tervezésről fogok beszélni. Amit én szeretek úgy gondolni, mint tényleg így a dolgoknak a tervezése, mert hogy dolgok vesznek körül minket, amiket meg kell tervezni, és még akkor is, hogyha ezeket nem feltétlenül látjuk, azokat a háttérrendszereket, meg folyamatokat, amik fenntartják azokat a szolgáltatásokat, amik körülvesznek minket. De hogy a terméktervezéssel például összehasonlítjuk, akkor meg könnyebben tudjuk ezeket elképzelni, úgyhogy ugyanúgy elemeire bontható, mint a termékek, és ezáltal ugyanúgy tervezhetők, és lehet velük dolgozni. Ezt a gyakorlatban tényleg úgy kell elképzelni, mint ugyanúgy, ahogy a termékeknél van egy klasszikus tervezési folyamat, tehát elindulunk egy dizájnkutatástól, és a különböző szintű prototípusokon át eljutunk a késztermékig, vagy a gyártásig. Itt ez egy korábbi növényes projektemnek a nagyon egyszerű ábrája. Ugyanúgy a szolgáltatás tervezésnél is ezeket a lépéseket meg tudjuk feleltetni, és nagyon hasonló, csak más eszközöket használunk a bizonyos lépéseknél. Tehát például az elején rögtön az analízisnél, a kutatásnál, itt szolgáltatás tervezésnél tipikusan egyszerre kell nézni az üzleti stratégiai igényeket, és azokat az insightokat összeszedni, és az ügyfélnek az ügyfeleit is lekutatni, azok ugye a fogyasztók. És aztán jön a tervezés szakasza, ahol ezeket a stratégiai absztrakciókat és az ügyfél insightokat szintetizáljuk olyan módon, hogy ezekből szolgáltatás koncepciókat tudjunk alakítani, amik vagy új szolgáltatásoknak tervezésére jó, vagy már meglévőeket tudjuk optimalizálni. És ez ugyanúgy van egy prototípus, meg teszt része, ez egy online szolgáltatásnak a példája, de hogy az offline szolgáltatásoknak is ezek teljesen megfeleltethetőek. Ami még fontos ebből a fajta dolgozásból az, hogy két oldalt vizsgálunk. Van az a úgynevezett front stage, ez azt jelenti, hogy amikor megtapasztaljuk azt, hogy a banki szolgáltatásoknál, a közműszolgáltatóknál, vagy csak a könyvelőnél, hogy azokat az interakciókat, amiket mi is megtapasztalunk, azokat így összegyűjtjük, és így megvizsgáljuk, és utána hozzá párosítjuk azt a háttérrendszert, ami az egészet működteti, ami fenntartja. És itt már eljutunk egy olyan ponthoz, hogy egy ilyen végtelen problémateret és a ismeretlen tényezőknek a nagyon széles tárházát kapjuk meg, és akkor utána ezekkel így valamit kezdeni. És én arra gondoltam, hogy ez nekem nagyon-nagyon hasonló ahhoz, ahogy régebben a Cube-ban dolgoztunk. Ott is így a teljes randomnessből alakítottunk ki koncepciókat, amik a végén mégiscsak értelmet kaptak ugye a saját doményükön belül. És én ezt tényleg úgy látom, hogy én most ugyanezt csinálom, csak kicsit más környezetben, ilyen üzleti, világra szabva, üzleti témákkal, és nem is tudom, inkbe kell járni, dolgozni, meg ilyenek, de hogy ugyanúgy koncepciókat és stratégiákat rakunk le az asztalra. És említettem ezt a végtelen problémateret, ehhez szerintem, vagy én így a Kibus háttérből kiindulva, ehhez három dolog ad így segítséget, amit tényleg a mai napig is így a magammal tudok vinni. Az egyrészt az, hogy szolgáltatás tervezésnél, mivel emberekkel dolgozunk legfőképpen, ezért nagyon nagy a kiszámíthatatlanság benne, és
Itt például volt egy olyan jó gondolatunk, hogy így rakjuk össze az übereseket és a taxisokat, és akkor majd egy ilyen design thinking folyamatban majd jól megoldják a problémákat, és ez majdnem rosszul sült el, de aztán mégis jó volt, aztán az Uber ugye hát a politikai dolgok miatt kiment. De ugyanúgy a rendes ügyfelektől is kapunk olyan feladatokat és briefeket, amik ilyen teljesen lehetetlen kérések, hogy például az Izobárral csináltunk egy olyan projektet, ahol arra azt kellett csinálni, hogy a Telekom szélszeseket rávenni arra, hogy adjanak el olyan megoldásokat, meg termékeket, amiért ők nem kapnak juttatásokat. Ezt is megoldottuk. És ez is egy kedvenc projektem, itt egy ilyen nagyon több ezer fős borsodi cégen kísérleteztünk, hogy service design-nal hassuk őket, úgyhogy igazából csak marketing stratégia, kommunikációs tervezést vettek meg, de jó kis service design kapta. A másik fontos pont az, hogy mint ugye már mindenki mondott meg, hát a Szabi is ezzel kezdte, hogy a csapatmunka az volt az egyetlen szabály a kibúban, hogy csapatban kell dolgozni, és ez meglepő módon a cégekkel, ügyfelekkel dolgozva, ez így a cégeknél ez még mindig nem így megy, de service design-nál viszont kötelező így dolgozni, úgyhogy ez is jó. És hogy a szabadság, ami szerintem, vagy nekem azt jelenti, hogy csináld azt, amit akarsz, ami azért a legnehezebb dolog, hogy így tudd, hogy mit akarsz, meg mit szeretsz csinálni. Szóval így a banki, biztosítós és telekommunikációs dolgok után, és így átgondoltam, hogy most így miben szeretek dolgozni, és úgyhogy most visszatérek kicsit így a növényes projektekhez, és a CEUM fogok egy ilyen PhD-t elkezdeni a Nature Based projektnél, ahol a Nature Based Solution-okat fogjuk az ottani környezettudósokkal együtt vizsgálni, és így egy ilyen human-centered alapon rávenni az embereket, hogy majd ezeket is használják. Úgyhogy köszönöm.